Érkezik Fatime raport, épp Jutka drágánkkal beszéltem, aztán Laci is visszahívott. Elbeszélgettünk egy kicsikét, Jutkával még többet. Úgyhogy jön a két culika. Anya, szépen itt föltartunk, hosszan kikentrézünk, jó kitrappolunk, be a gyöpre, át a stargéphez. És mondom, benn vagytok, ennek van a meló a raportnak. Lapockáz meg, nem kell hátra nyúlni, rám figyelj! Nem kell hátra nyúlni neki, Isten őriz, nem kell úgy bánni. És lapocka meggyűrni, és a kapunál figyel. Igen, csak sokkal rövidebb lesz minden. Érted? Na, anyáddal, apáddal beszéltünk. Hát bizony. Hát nem es egy cila, az biztos. Ja, intéztem a izét. A tápot érkezni fog. Az is. Ma meg följön a öt kent, aki még. Ügyessen, csak szusszanjanak egyet, de raportnak van a meló. Na, befordult a két ciluka. Tehát Fatime is raport. Tudom, hogy miért a raportnak van a meló. Ő van kívül belül, Fatime. Itt a lényeg nekünk az, ugye Fatimével futunk, vagy jövő hét, vagy az utánvaló héten. Lelassul a végére még. De jól lovagoljak a tapot. Hát ennyit tudtunk jönni, megyünk stargép. Oké, drágám, indulunk stargép, jó? Integes ezeknek az idiótáknak, hát bazd meg, oda mennek át kocsival. Hú, de sötétek. Mondom Lindának, menjenek be, innen nézzék meg a mellót, azt mehetnek stargép. Átmennek a túloldalra. Na, mit mondjak erre? Semmit.